Szevasztok srácok, és üdvözöllek titeket az Insect Breeding Hungary egy mai kis videójához, és egyben az imádkozó sáska tenyésztős videósorozatnak a harmadik és egyben utolsó részéhez. Hát képzeljétek el, hogy kikelt az OTK-nk, mindjárt nyilván mutatok közelebbi felvételeket az állatkákról is, hát egy szép adag kis hierodula majuszkula kibújt belőle, sac per kb. Mondjuk egy 70-től 100 darab, valahogy így a kettő között. Igen, és ma meg fogom nektek mutatni, hogy pontosan mit is csináljunk most a kicsikkel, hogy is kezdjük el őket nevelni. De most a nevelésnél igazából kettő módszert lehet úgymond alkalmazni. Az egyik módszer az az, hogy az összes kicsit külön helyezzük picike dobozokba, én ehhez jó kis német tücskös dobozokat fogok használni. Na most ezzel a módszerrel igazából egy nagyon nagy probléma van, hogy borzasztó sok helyet igényel, borzasztó sok időt igényel. Kis imádkozó sáskákkal gyakrabban kell foglalkozni, mint például malerpókokkal, tehát malerpókok neveléséhez nem kell olyan sok idő. Ez azt jelenti, hogy malerpókból sokkal egyszerűbb 100 darabot nevelni, mint kis imádkozó sáskát, mert itt azért hetente kétszer-háromszor etetni kell, párásítani kell, stb. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy hetente egyszer gyors végetetek, azt jó van. Igen, ezért én nem fogom az összes kicsit külön kidobozolni, hanem egy 20 darabot szeretnék külön elhelyezni egyelőre. A többi egyedet pedig egy nagy nevelő dobozba szeretném belerakni, méghozzá egy ilyen szép kis kasztiba. Tudom, hogy borzasztóan rondán néz ki, de nem is az a lényeg, mert berendeztem előre, majd mindjárt megmutatom a dobozt is. Ebbe a dobozba fogom beszórni ugye a maradékot, ami maradt, tehát mondom 20 darabot kiszerek magamnak, a maradék pedig ebbe a dobozba lesz egyelőre elhelyezve. Illetékesen én most ugye elkezdem őket meghirdetgetni, mert én ennyi darabot nem szeretnék nevelni, tehát én 20 darabból megtartok most egy adagot, azokat nevelem egy ideig, abból is majd mindenképp adok még el egy-egy darabot. Valószínűleg egy két nőstényt, három hímet fogok megtartani magamnak továbbtenyésztés szempontjából, a többi egyedet pedig majd szépen eladogatom. Még röviden annyit a keléshez, hogy az előző videóban egy kicsit rossz infókat mondtam. Az helyzet, hogy nem tudtam pontosan, hogy a hierodula majuszkulának pontosan mennyi a kelés ideje, és kicsit meglepett, amikor egy és fél hónap után nem történt semmi, aztán két hónap után se történt semmi, és utána olvastam egy kicsit, hogy hoppá, a hierodula majuszkulának igazából eléggé hosszú a kelés ideje, körülbelül két és három hónap között van. Ők is úgy keltek, október közepén rakta le a nőstény az OTK-t, és most van januárnak az eleje. Nos, igen, az együttnevelés az amúgy úgy fog kinézni, mondom, berakom ezeket a maradék egyedeket a nagy dobozba, és itt tényleg hetente kétszer egy jó nagy adag muslincet beszórok. Nyilván lesz kanibalizmus, viszont ez egy olyan dolog szerintem, ami nem olyan nagy probléma, természetben is így van, és amúgy hozzá kell tenni a kanibalizmushoz, hogy fogságban az egy tök előnyös dolog sok ízelt lábú szempontjából. A kanibalizmusnak általában a gyengébb beteg, mondjuk úgy, hogy nem tökéletes egyedekesnek áldozatául. Az azt jelenti, hogy igazából ezzel egy kis mini természetes szelekciót tudunk létrehozni, és tényleg szép kis topfit egészséges példányokat tudunk megőrizni az állományba. Amit hozzá kell tenni, hogyha ezt az együttnevelést csináljuk, akkor mindenképpen egy nagy doboz válasszunk, legalább egy ekkorát, ez egy nagyobb ikás doboz, mondjuk ez nem is tudom, hát 40 cm-szer, 30 cm-szer, 35 cm körülbelül, most nem tudom pontos méreteit, Sasper kb. Annyi. Nagyobb doboz válasszunk, és mindenképpen jó bőségesen etessünk legalább heti kétszer-háromszor. Így amúgy a kanibalizmus nem lesz olyan nagyon mérvadó szituáció, nyilván vannak fajok, ahol nagyon durva, a hierodulákknál elvileg azért annyira nem durva ez a kanibalizmus. Jó, igazából ennyi lenne a rövidke bevezető, és akkor kezdjünk bele a berendezésbe a dobozoknak. És én ezt úgy fogom csinálni, hogy az egész adagot bele fogom rakni ebbe a nagy dobozba, és akkor innen fogok kiszeregetni majd egy-egy egyedet, amiket majd elhelyezek külön. És ma megcsinálom a felét, holnap a másik felét, de igazából tök mindegy, mert a videóba látszódni fog a lényeg. Igaz, a videóban mondom, főleg arra szeretnék rátérni, hogy pontosan hogy is rendezzük be a dobozokat, hogy kezdjük el a nevelést, mivel kezdjünk el etetni, stb. Tehát ezekkel fogjuk elkezdeni a sztorit, és szerintem akkor bontsuk is ki a dobozkát, és engedjük bele a kis mantiszokat az új helyükre. Na most a doboz felépítéséről nagyon röviden, mondom, egy nagyobb ikás doboz. A talaj az maga egy kókuszos erdőtalajkeverék, raktam bele egy kevéske avart, ez főleg azért, hogy a lebontó szervezetek, amik a talajba találhatóak, azok ne pusztuljanak ki, ugye ők fogják itt bontani az elhullott telességállatokat, illetékesen az állatoknak az ürülékét. Az azt jelenti, hogy nagyon takarítással és hasonló dolgokkal nem kell foglalkoznunk, ami szerintem egy ilyen mennyiségnél eléggé előnyös. Azért a növendékimádkozó sáskák, főleg a frissen keltek, nagyon gyorsan mozognak, elég picikék, sérülékek, ezért nem annyira könnyű velük bánni, főleg, hogyha ekkora mennyiségben vannak. Ezért érdemes egy olyan dobozt csinálni, amit nem kell takarítani, tehát ne papír törlő legyen a talaj, mert az nem annyira előnyös. Szellőzés, ez egy szúnyogháló, toldalt látszik.
beragasztott szúnyogháló, az tökéletes, muslincák nem férnek ki rajta, a kis mantiszok se férnek ki rajta. És egy dolog van még benne, amit még van, raktam bele egy kis mászó lehetőséget, illetékesen próbáltam kicsit növelni a doboznak a felületét. Szedelágak, nagyon röviden, igazából így a bocsáskáktól maradt kajamaradékok, tökéletesek, most az, hogy tüskés ez az állatokat abszolút nem zavarja. Egy dolog van még, amit csináltam a dobozzal, nem tudom mennyire látszik a felvételen, de itt oldalt, hát valószínűleg annyira nem fog látszódni, itt oldalt végig kentem vazelinnal. Miért kentem végig a dobozt vazelinnal, hiszen ezek nem csótányok. Azért kentem végig vazelinnal, ez egy nagyon egyszerű oka van, mert hogyha ugye az imádkozó sáskák nagyon szeretnek fejjel lefelé lógicsálni, amit itt meg is tudnak csinálni a dobozba, tehát van megfelelő ágrendszer, tehát van megfelelő berendezés, ahol ők ezt ki tudják élni, ezt a vágyukat. Viszont a probléma ezzel az, ezzel a fejjel lefelé lógással, ami itt a kis keltető dobozban is látszik, hogy a nagy rész, az egyedeknek a nagy része az tényleg így a... Arrébb viszem a dobozt. Az egyedek nagy része az tényleg egy doboz tetején tartózkodik, és ez viszont az etetésnél nem túl előnyös, mert hogyha kinyitjuk ezt a dobozt, és szórnánk be muslincát, és hirtelen 100 kis imádkozó sáska egyszerre megindul, azokat összegyűjteni szinte lehetetlen, ezért kentem végig vazelinnal, így ők nem tudnak felmenni a tetejéig, nem fognak a doboznak a tetején fejjel lefelé lógni, ami azt jelenti, hogy ha kinyitom a dobozt, nem fognak kirohangálni, ez így egy elég egyszerű megoldás. Nos, hát akkor én amondó vagyok, hogy nyissuk ki a kis imádkozó sáskákat. Ezt most úgy kéne megcsinálni, hogy egyrészt lássátok, másrészt pedig, hogy ne rohanjanak ki mindenhova. Kicsit feljebb állítom a kamerát még. Így akkor elvileg jó is lesz. Nagyon óvatosan akarom, nem akarom őket itt megsérteni. Ez nem sikerült. Jó. Na. Hát itt van a szép adag, ezt most én csak így berakom. Óvatos. Sőt, igazából azt fogjuk csinálni, az egész dobozt úgy, ahogy van, berakom. És akkor ők szépen kimásztak maguktól. Na, hát itt mászkálnak mindenhol, kis egyvedléses. Hierodula majuszkulák. Nagyon szépek. És baszki el, hát ezt nem hiszem el. Jó, hát ők nem csúsznak le a vazelinon. Hát ezt jó tudni. Basszami. Épp nézem itt a dobozfát, és most futnak fel a vazelinon. De most a vazelin az nem működik, ezt most így előre megmondom. Tehát... ötletnek ez a vazelin nagyon jó volt, de az a helyzet, hogy baszottul nem működik sajnos. Mert itt látszik, hogy az egyedek már mászkálnak föl. Tehát nagyon jó ötlet volt a vazelin. Csak sajnos nem működik. Hát ezt jó tudni. Na mindegy, most úgy valamennyire elhelyezkedtek, hogyha jól látom. Igazából azt akarom még megnézni, mert láttam egy egyedet, ami kicsit be volt ragadva a szúnyoghálóba. Aha, ezt megpróbáljuk innen kiszedni. Ezt nem tudom, hogy csinálta. Na szuper, jó. Oké, és én ezt most az a helyzet, hogy tényleg így bent hagyom. Szúnyoghálót nyugodtan benne lehet hagyni, még egy kicsit nagyobb mászás felületet biztosít. Őket pedig kicsit így bepaterolom a dobozba. Nos, srácok, hát jó tudni, hogy ez a vazelines sztori ez nem működik, tehát hogy nem tudom, valószínűleg túl könnyűek még, vagy fogalmam sincsen, az a lényeg, hogy teljes mértékben át tudnak mászni a vazelinon, és hogy látszik szépen tele van a doboz teteje. Úgyhogy kitaláltam magamnak most gyors egy másik megoldást, mert tényleg kezelhetetlen, tehát hogyha kinyitod a dobozt, akkor az összes kimászik a szélére, nem tudod őket összegyűjteni. Etetéshez és párásításhoz kitaláltam akkor egy új módszert, csináltam rá egy picike kis ajtót, ezt fel tudom így hajtani. Itt be tudom szórni a muslincát, és tudok vizezni is, és itt, hogyha egy, például itt most egy egyet ki akar mászni, akkor ezt így egyszerűen vissza tudom pöckölni a dobozba. Ups, hogyha nem lenne ilyen gyors. Hát figyelj, hogyha már kim van, akkor meg is mutatom nektek. Jó, most elvileg jó kéne, hogy látszódjon. Na hát ő egy frissen kelt kis hierodula majuszkula, látszik, hogy még nagyon kis picike. De ez a megoldás szerintem így egészen korrekt. Most, hogyha így 2-3 darab kimászik, ugye ez így kezelhető szituáció. Vigyázni kell, hogy ne csípjük be őket. Úgy, másszál tovább, szuper. Ja, tehát ezt így meg lehet oldani, ezt valamennyire így be tudom pattintani, és ez így szuper, így nem férnek ki a nimfák, és muslincák se nagyon tudnak majd kimenni. Jó, szerintem etessünk is rögtön egy adagot. Hozok egy adag muslincát, meg párásítok is rögtön nekik, és akkor ezek így el vannak intézve. Őszintén nem gondoltam volna, hogy ez a vazelines módszer nem működik, de hát a hibáiból tanul az ember, úgyhogy következőnek már tudni fogom, hogy nem kell vazelinnel bekenegetni a dobozt, mert tök fölösleges, úgyhogy mindegy, ez most igazából a vazelin nem fogja őket szerintem nagyon zavarni, tehát problémát nem okoz igazából, úgyhogy ez így akkor jó. Szuper, na most ezt óvatosan kifeszítjük, kicsit párásítunk.
finoman. Ugye ne képződjenek olyan nagyon nagy vízcseppek. Jó. Na most a növendékeket amúgy egy az egyben olyan hőmérséklet és páratartalom mellett lehet nevelni, mint az adult egyedeket, tehát ott nincsen abszolút semmi különbség. Ugyanaz a 24-25 fok nappal, éjszaka mondjuk egy 20 körül, és ugyanaz a relatív magas, mondjuk 60-70%-os páratartalom, amit igényelnek. Ugye azáltal, hogy a doboznak van oldalt egy szép nagy szellőző felülete, ugye az előbb mutattam a jó kis szúnyoghálót itt az oldalon, ezáltal a doboz jól szellőzik, a levegő nem fog befülledni, remélhetőleg, de normális esetben nem fülled be, és akkor itt mondjuk, hogyha egy 2-3 naponta párásítunk, akkor az tökéletes, és akkor most jöjjön az első etetése a kicsiknek, nem tudom, hogy most ezt nekem még mondjuk 2 napja keltek ki, úgyhogy lassacskán elvileg kéne, hogy egyenek, ugye az imádkozó sáskák kelésük kor a levegőbe vedlenek egyet, és ők igazából így már kész vannak, és így a napokban elkezdenek majd táplálkozni. Hieroduló majuszkló ugye egy elég nagy faj, az egyvedléses növendékeket is nagyon jól lehet etetni muslincával, tehát nem kell különleges eleségállatokkal foglalkozni, mint például ugróvillásokkal. Van jó pár imádkozó sáskafaj, ahol ugye a növendékek nagyon picikék, ott ugróvillással lehet például etetni. Náluk ez nem így van, tehát ők igazából a muslincával nagyon jól beindíthatóak, ezen belül is az ecet muslincával, a Drosophila melanogasterrel. Nos, itt van a jó kis Drosophila tenyészet, mondjuk ebben még tényleg jó sok a lárva is. Amúgy, hogyha érdekel titeket, szívesen csinálok egy videót arról is, hogy hogy is kell muslincákat tenyészteni, hogyha valakit érdekel ez, mert ezek mind saját tenyésztésű eleségállatok itten. És hát a muslincák saját tenyésztésűek legalábbis. Most ezt úgy kéne megoldani, hogy itt a kis cuclin ne legyen egy állat se. Jó, lassan kipattintjuk, oké. Okay. Töcskös, te innen mennyi lefelé szépen, szuper! És akkor szórunk egy jó adag muslincát. Mondom, etetés szempontjából tényleg ilyen komos jó adagokat nyugodtan lehet. Jó, szuper, ez így jó lesz. És nyilván pár darab kimászik, az nem okoz semmi problémát. Jó, szuper, ez be van pattintva. A muslincák szépen meg fognak indulni, és most én kicsit megfigyelem, hogy táplálkoznak-e már az egyedek. Na, itt most egészen jól látszik a lényeg, hogy az első egyedek már elkezdtek táplálkozni. Hát sajnos ez a műanyag doboz már nem a legtisztább, úgyhogy kicsit nehéz rajta átvideózni. De ott látszik egy gyönyörű szép egyverdéses nimfa, a kép a fogólábaival fogva tart egy muslincát. Úgyhogy igen, kicsit most megfigyeltem őket, hát még nem annyira ügyesek, tehát hogy már vannak a próbálkozások, de még nem mindenkinek jön össze ez a zsákmányállat elkapás. Ugye nekik is azért gyakorolniuk kell ezt egy kicsit. Kétnaposan még annyira nem működik ez jól, viszont már látszódik a dobozban, hogy több egyed is táplálkozik, úgyhogy ennek már nagyon örülök, tehát igazából megkezdtük az első lépést, hogyha szépen elkezdenek kajálni, akkor az már tök jó. Igen, hát tényleg sokan vannak, hát egy tippet adok nektek, hogy az elint azt ki lehet hagyni, mert teljesen fölösleges. Ez az ajtós megoldás igazából nem egy rossz sztori, tehát egy tök egyszerű megoldás, igazából csak vágtok egy hosszanti csíkot. Most ez nem zár 100%-osan, viszont ugye az imádkozó sáskák nem arról híresek, hogy ilyen kis réseken átpréselik magukat, tehát ők itt nem fognak kibújni. Egy-két muslinca pedig, hogyha kimászik, abból nagy katasztrófa nem lesz, tehát ez így igazából egy korrekt elhelyezés. Nos, igen, ez lenne a nagy doboz, és akkor kezdjük bele a kis dobozoknak a megcsinálásába. Nos, hát az együttneveléses módszert úgy nagyjából akkor megmutattam. Én viszont azt ajánlanám mindenkinek, hogy egy pár darabot azért helyezzen külön. Ezt most úgy fogom csinálni, hogy körülbelül egy 20 egyedet fogok most így külön elhelyezgetni. Egyesével, hogy legyen egy biztosított populáció nálam. A nagy dobozban azért mondom, a konivorizmus az mindenképp elő fog fordulni, ezzel szerintem nincs egy nagy probléma az ilyen fajoknál, ahol tényleg sok a szaporulat, illetékesen most el lehet kezdeni őket majd eladogatni. És ezt a 20 darabot én megtartom nevelésre. Én ennél több imádkozó sáskát egyszerűen nem feltétlen szeretnék nevelni. Főleg azért, mert az imádkozó sáskáknak a nevelése, ahogy a videó elején is említettem, az jóval időigényesebb, mint például a madárpókoknak a nevelése. Ami azt jelenti, hogy körülbelül hetente 2-3-szor érdemes őket etetni, 2-3 naponta érdemes ennél a fajnál párásítani, tehát sokkal több időt kell vele eltölteni, mint a madárpókokkal, kicsit macerásabb is, nagyobb helyre is van szükségük. Én most ilyen kis tücskös dobozba fogom őket elhelyezni, ebben most előkészítettem már nektek egy párat.
A többit azt majd megcsinálom, de szerintem bemutatás céljából elég, hogyha egy párat így megmutatok. Ezek így néznek ki, nagyon egyszerű a felépítésük, bele is nézzünk az egyik dobozba, úgy van megcsinálva, hogy van itt egy ilyen jó kis harisnya. Harisnya az több szempontból zseniális, egyrészt egy nagyon jó kis mászófelületet biztosít az állatoknak, másrészt pedig lehetővé teszi azt, hogy ezek a dobozok nagyon jól szellőzzenek, ami fontos ugye az imádkozó sáskáknál is, ahogy a bocsáskáknál is. Illetve a harisnyának még az a nagy előnye van, hogy egyszerűen így rá lehet húzni a dobozra, és akkor nem kell azzal játszadozni, hogy most az összes doboztetőből kivágunk egy kis darabot, ott beragasztjuk szúnyoghálóval ilyesmi, hanem tök egyszerűen meg lehet oldani úgy, hogy csak simán ráhúzzuk a harisnyát a dobozra. A harisnyánál még egy előnyös dolog, hogy tudjuk így kezelni a dobozt, hogy csak egy résre nyitjuk ki, az azt jelenti, hogy most, hogyha már benne van majd a kicsi, akkor így ki tudom nyitni a dobozt, itt tudok beszólni neki muslincákat, tudok egy picit párásítani, és így sokkal egyszerűbb kezelni, mint hogyha most az összes doboz külön kéne nyitogatni, ugye, hogy tudjuk, a muslincák tök jól másznak műanyagon, tehát azok is kimásznának. A kis imádkozó sáskák sem arról híresek, hogy egy helyen nyugton maradnak, a legtöbb esetben, de ezt előbb megfigyelhettétek, amikor áthelyeztem a bandát a nagy dobozba. Tehát ez igazából egy tök előnyös kis módszer. Maga a berendezés borzasztó egyszerű, ajzatnak most ilyen kis vattát használok, vagy vatta helyett használhatok papírtörlőt is, csak a vatta az még egy fokkal jobban tartja a nedvességet. Ugye azáltal, hogy ezeknek a dobozoknak borzasztó jó a szellőzése, így érdemes, hogyha ezek a vatták úgy nagyjából folyamatosan nedvesek, hogy azért valamivel magasabb legyen a dobozban a páratartalom, mint a szobában. Nyilván, hogyha a szobátokban van egy 60-70% páratartalom, akkor ezen nem kell aggódni, nál az átos szobában 50 körül van a páratartalom, úgyhogy ezért ezt úgy fogom csinálni, hogy ezeket itt folyamatosan nedvesen tartom egy kicsit, és így mondjuk egy 3-4-5%-kal magasabb lesz a páratartalom a dobozba, mint a szobában. Illetékesen ajánlott azért egy 2-3 naponta ennél a fajnál párásítani egy kicsit. Nem kell eltúlozni, tehát nem kell az egész dobozt bevizezni, hanem egy kicsit finoman párásítani, az főleg azért, hogy a növendékek tudjanak inni, mert az imádkozó sáskák is szeretnek inni hasonlóan a bocsáskákhoz. Jó, berendezésképpen még van bent egy szederág, most nem feltétlen kell, hogy szeder legyen, ezt csak azért használom, mert ugye a bocsáskák által nekem mindig van egy tonna ilyen szederágam. Ez igazából úgy van megcsinálva, hogy szúrtam két lyukat a doboz oldalába, ott átszúrtam a szederágat és kész. Ez az ág nyilván mászási lehetőségnek tökéletes, illetékesen, ami nagyon jó, hogyha horizontálisan van felhelyezve egy ilyen ág, akkor az állatok nagyon szeretnek rajta vedleni. Alternatívaként amúgy meg lehet úgy is oldani, hogy nem rakunk bele ágakat, hanem ide föntre egy kis drótgészt, vagy esetleg szúnyoghálót, kemény szövési szúnyoghálót feltűztök, mert az imádkozó sáskák ugye szintén lógva vedlenek, és hogyha itt fönt van egy ilyen kis rácsos rész, ahol tudnak szépen vedleni, az is egy tökéletes szituáció számukra. De mindegy, ez igazából vedlésre szolgál, esetleg küléset. Azért az idő nagy részét valószínűleg a harisnyán fognak ülni, mert az egy nagyon kényelmes nekik, jól meg tudnak rajta kapaszkodni, viszont az imádkozó sáskák ugye szeretnek fejjel lefelé lógni, nem csak vedléskor, hanem amblok, és ezért érdemes egy ilyen ágat, vagy valami egyéb lehetőséget adni nekik, hogy ezt ők ki tudják élni, és ebbe a pozícióba tudjanak tartózkodni. Jó, így van megcsinálva az összes doboz, nagyon egyszerű kis konstrukció, és igazából egy pár forintból meg lehet csinálni. Igazából bármilyen dobozt lehet erre használni, tehát bármilyen műanyag dobozt. Ezek a német tücskös dobozok magyarban annyira nem gyakoriak, ami nagyon szomorú, mert zseniálisak minden szempontból. Viszont Magyarországon is lehet kapni ugye az ilyen kínai kajás dobozokat, azok is tök jól megfelelnek erre. Illetékesen egyéb bármi műanyag doboz, ami méretügyileg jó. Nyilván imádkozó sáskáknak ugye fontos, hogy magasabb legyen a doboz, mint lapos, tehát nyilván egy magasabb doboz választhatok. És mondjuk egy egyverdéses növendéknek tényleg nem kell eltúlozni a méretet, tehát ez már igazából nagy is, de az lenne a lényeg, hogy ugye kényelmesen le tudjanak vedleni, tehát mondjuk egy egyvedléses kis nimfának én azt mondanám, hogy bőven elég egy mondjuk egy ilyen 5 cm magas doboz, az igazából bőven megfelelő, ez egy kicsit nagyobb, mondjuk kb. Ennyi 5 cm, az bőven elég lenne vedléshez. Ez a doboz abból a szempontból egyszerűbb, hogy nekem itt most nem kell sokat játszanom majd velük, az azt jelenti, hogy ők elkezdenek majd vedleni, akkor itt szerintem körülbelül a harmadik vedlésükig benne lehetnek, tehát most egy 2 hónapig ezzel majd nem kell foglalkoznom, hogy új dobozba átrakjam őket, mert hogyha most elkezdeném őket egy kisebb dobozba nevelni, akkor ott nyilván az a probléma, hogy akkor szinte minden vedlésnél ugye folyamatosan dobozt cserélni, ez egy elég idegesítő dolog, és így egyszer megcsináljuk a nagyobb dobozt, és akkor tökéletesen rendben van, és így hosszabb távon is tarthatóak lesznek benne az állatkák.
Itt most nyilván felmerül az a kérdés, hogy ekkora dobozba egy ekkora picike megtalálja az élelmet, a válasz az igen, hogy a muslincák mozognak, az imádkozó sáskák pedig látásra vadásznak, és azért a, főleg a növendékek azért még utána is mennek, néha zsákmányáltnak, de hogyha beszortok ide mondjuk egy 10 muslincát, akkor bőven fog tudni magának vadászni eleget, tehát ugye a muslincák folyamatosan mozognak össze-vissza, úgyhogy azzal nincs probléma. Tehát attól nem kell félni, hogy az állatkánk nem fogja megtalálni a zsákmányállatot. Jó, igazából ennyi lenne röviden. A többi doboz az ugyanúgy néz ki, tehát ezek a kis dobozok, amiket most csináltam, igazából ezek abban a szempontból is jók, simán így egymás mögé lehet őket állítani, azáltal, hogy ugye van egy ilyen kis szél a doboznak az alján, így fönt ugye megvan a szellőző felület, és akkor így sorakozóba lehet őket állítani, és nem vesznek el olyan sok helyet. Nos, most már csak egy dolog van hátra, méghozzá az, hogy behelyezzük a kicsit, az első kicsit a jó kis nevelő dobozunkba. Hát mondom, ő picike még, tehát hogy látszik, hogy tényleg kicsin kell neki. Viszont szerintem ő itt jól fogja magát érezni. Harisnyát itt oldalán lehúzzuk, és akkor tiéd a világ, haversrác. És mondom, ennek a doboznak az a nagy előnye, hogy itt tényleg most egy pár vedlésen keresztül kényelmesen el fog férni. Őket ugye egyenként helyezzük el, jó, az elsőbe is lenne dobozolva. Nos, hogy azért meg is mutassak egy kis imádkozót, így néznek ki, egyvedlésesen, illetékesen, frissen kelve. A hierodula majuszkulák. Itt most van egy szuper kis felvételünk róla. Hát igazából nagyon hasonlítanak a felnőttekre, ugye nincsenek még szárnyaik, de azon kívül igazából ugyanaz a testfelépítés. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de az imádkozó sárkáknak szerintem egy borzasztó értelmes tekintete van, és ilyen nagyon kis kíváncsian néznek meg mindent. Ez a tipikus kis fejmozgatás, tehát hogy nagyon, nagyon odafigyelnek a környezetükre, mindent nagyon szépen megfigyelnek, ilyen kis kíváncsiak. Jó, igazából srácok, még egy dolog van hátra, méghozzá megmutatom, hogy a kis dobozba hogy látom el a kis imádkozókat, tehát még egyszer megmutatom, hogy ott hogy is látom el őket. Nos, srácok, az utolsó lépés, amit meg szeretnék nektek mutatni, hogy ezekben a kis dobozokban is hogy is kéne ellátni ezeket a kis imádkozó sáskákat. Ez egy nagyon egyszerű dolog, igazából egy az egyben ugyanaz, mint a nagy dobozban, csak egy kicsit kisebb mértékben. Igazából itt van a fő ok, hogy miért szúrtam át a szedret a dobozon, méghozzá azért, mert így le tudom fektetni a dobozt. Itt sokkal könnyebb kezelni a szituációt, mert hogyha állítva van, akkor itt oldalt nehéz muslincákat beszórni, viszont hogyha egy el tudom fektetni, akkor csak kinyitom itt oldalt a kis harisnyarészt, egy öpetnyit párásítok, óvatosan és próbáljuk nagyon finoman. Jó, ennyi bőven elég lesz, és akkor jöhetnek a muslincák. Nyilván ezekbe a kis dobozokba azért nem kell olyan mennyiséget szórni, mint az adultaknál, csak ez a tenyészet már nem a legfrissebb, és van benne egy kevés döglött. Ezeket meg próbálom nem feltétlen beszórni, mert nem akarom, hogy penészedjen minden. Jó, becsukjuk a kasznit, és akkor vissza lehet állítani a normális helyzetébe. És akkor így néz ki, ez egy nagyon egyszerű kis gondozás. Mindig el lehet fordítgatni, mert mondom, hogyha így állítva próbálnánk meg gondozgatni, ez kicsit komplikás lenne. Ugye a muslincák nem férnek ki a harisnyán, úgyhogy ez így igazából tökéletes, tehát ők itt most szépen elvannak, körbe-körbe rohangálnak, és az imádkozó sáskánk majd, hogyha éhes, akkor vadászik egy kört. Fiatal nymfákat érdemes hetente kétszer-háromszor etetni. Itt most mondom, ezekben a dobozokban nem kell eltúlozni a muslinca mennyiséget, tehát egy 5-10 darab bőven elég egy etetésnél. Azokat sem fogja mind elkapni, úgyhogy időnként ezeket a vattákat ki kell cserélni, mert nyilván az ürüléktől meg a döglött muslincáktól az elkezd majd valamikor penészedni. Mondjuk ez a jó szellőzés az még egy szempontból nagyon előnyös, hogy igazából elég jól korlátozza a penésznek a képződését, tehát azzal annyira nagyon nem lesz problémánk. De mondom, ezt mondjuk egy-két hetente kicseréljük ezeket a vattákat. Másik opció mondom a papírtörlő, csak az ugye gyorsabban kiszárad, és ilyen jó szellőzésnél szerintem jobb, hogyha ez a jó kis vatta van alattuk. Jó, srácok, az a nagy helyzet, hogy igazából végeztünk a videóval. Elmagyaráztam nagyjából mindent. Hogyha nyilván olyan fajokkal foglalkoztok, aminek az egyedszáma szaporulat szempontjából nem annyira magas, mint például a Filokránia paradox, vagy a Creurotair gemmatus, ahol mondjuk egy OTK-ból ki kell 30-40 darab, azokat nyilván egyenként is el lehet kényelmesen helyezni. Az olyan fajoknál, ahol tényleg sok a szaporulat, mondjuk szodromantiszok, hierodulák, szerintem ez a módszer a legjobb, tehát ez a kettes módszer. A szaporulat egy részét együtt neveljük, és a szaporulat egy részét külön neveljük. Mondjuk egy 20-30 darabot külön szedünk, többit pedig együtt berakunk.
rakunk egy nagy dobozba, nagyon sok táplálékkal. Ez a két kifejezés az nagyon fontos, tehát sok táplálék, nagy doboz, és így igazából a kannibalizmust mérsékelni lehet. Teljesen kizárni nyilván nem lehet, tehát elő fog fordulni, viszont minimális mértékben szerintem nincs baj ezzel, mert mondom, egy jótékából ki kell körülbelül 100 kicsi, vagy talán 100 plusz is, ez fajtól függ, akkor igazából nincs szükség, és nagyon-nagyon-nagyon sok idő tényleg 100 kicsit egyenként felnevelni, úgyhogy szerintem ez a kettes megoldás a legegyszerűbb és a leghatékonyabb az imádkozó sáskák neveléséhez. Nos, srácok, ezzel a kis hiradóla majuszkulával búcsúzom tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintettétek ezt a videót, illetékesen nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintettétek az egész videósorozatot. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy segített nektek, és remélem, hogy ti is belefogtok az imádkozó sáskáknak a tartásába és tenyésztésébe, mert elképesztő lények. Lenyűgöző a viselkedésük, lenyűgöző a zsákmányszerzésük, a szaporodási ciklusuk, egyszerűen mindent, tehát elképesztő rovarok, mindenképpen megéri velük foglalkozni. Nos, srácok, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót, találkozunk a következő videóban. Szevasztok!